Szeretettel köszöntjük Önöket a Mi Hazánk Mozgalom és a Betyársereg mai sajtótájékoztatóján. Ahogy a korábbi sajtótájékoztatónkon, ahol meghirdettük az akciósorozatunkat a MÁV rendbetételéért, jeleztük, több követelésünk mellett követeljük azt is, hogy biztonságosabb legyen a vasúti közlekedés. Az elmúlt években a kalauzok, jegyvizsgálók elleni, illetve utazó közönség elleni támadások megszaporodtak, és pontosan azon a szakaszon, amelyen ma egy tapasztalatszerző utazást fogunk tenni, a Nyíregyháza-Szolnok-Cegléd vonalon történt a legtöbb ilyen támadás. Azokat a követeléseinket, amelyeket akkor ismertettük, továbbra is fenntartjuk. Ezek között az első számú, hogy a MÁV vezetőit le kell váltani, pártkáderek helyett olyanok kezébe kell adni a MÁV vezetését, akik értenek is a szakmájukhoz. Második követelésünk egy általános, tehát átlagos 50%-os béremelés a vasúti dolgozók számára, hiszen a vasúti szakszervezetek elmondása szerint 1500 vasúti dolgozó hiányzik a rendszerből. Az 50%-os átlagos béremelés azt jelenti, hogy vannak olyan területek, ahol 30%-os béremelést szeretnénk, de például a kalauzok, jegyvizsgálók esetében, akikről ez a mai akciónk is szól, legalább 60-70%-os béremelést tartanánk elfogadhatónak, hiszen azt az életveszélyes munkát, amit ők végeznek 200-250 ezer forintos bruttó fizetésért nem lehet végezni, ezért megértjük, hogy ott is folyamatosan túlórázni kell, hiszen nincs elég jegyvizsgáló, nincs elég kalauz. Tehát ahogy ezt megígértük, az akciósorozatunk zajlik az országban mindenhol a Mi Hazánk aktivistái, szórólapokon, matricákon, plakátokon ismertetik a követeléseinket az utazóközönséggel, a MÁV vezetőivel, a MÁV dolgozóival. Ma pedig az első ilyen tapasztalatszerző utazást a Betyársereg tagjaival végre fogjuk hajtani, tehát azon a szakaszon, ahol a legtöbb kalauzók, jegyvizsgáló és az utazóközönséget érintő támadások történtek, ez a Szolnok-Nyíregyházi gyors lesz, erre fogunk most majd felszállni, és meg fogjuk majd nézni, hogy milyen a helyzet, milyen a közbiztonsági helyzet a vasúton. Követelésünknek és figyelemfelhívó akciónknak célja, hogy azt a vasútőrséget állítsák helyre, amelyet korábban felszámoltak, és kiszervezték, nyilván kormányközeli biztonsági cégek számára sokkal jobb volt és hatékonyabb volt, amikor szakemberek, vasútőrök felügyelték a vasúti közlekedés biztonságát. Követeljük tehát a professzionális vasútőrség helyreállítását. Ameddig ez nem történik meg, addig a Betyársereggel folyamatosan ilyen tapasztalatszerző utazásokat fogunk végrehajtani. Utazásunk egyfajta példamutató jelleggel történik. Szeretnénk honfitársainkat arra sarkalni, hogy bizonyos helyzetek, amik adódnak, antiszociális viselkedési forma, vagy különböző bűncselekményi formák, akkor igenis ők is lépjenek fel határozottan, jogkövető magatartást mutatva, próbáljanak szembeszállni és segítsenek a bajba jutott sorstársainkon. Mindenképpen szeretném kihangsúlyozni, hogy a tétlenség sok esetben elősegíti a bűnt. A határozott fellépés viszont ezt megakadályozza. Ezt a formát igenis erőltessük, és álljunk ki egymás mellett. Ebbe szeretnénk úgymond egyfajta példaértékkel előjárni. És mint a Betyársereg tagsága, ugye köztudomású, hogy családapák nagy része, ők is ugyanúgy aggódnak a hozzátartozóikért, a gyerekeikért, és ezért próbálnak ebben az úgymond tapasztalatszerző körútban élen járni. Az, hogy mi most itt vagyunk, az annak köszönhető, hogy nagyon sok ilyen segélykérő hívást kapott a Betyársereg annak érdeké, annak a következtében, hogy nagyon sok MÁV-on utazó személy keresett meg bennünket, mert támadások érik, inzultosok érik, különböző antiszociális elemek részéről, és úgy vagyunk vele, mint jó honpolgárok. Igenis, hogyha mi is utazunk, és én igazán elég sokat utazok a MÁV-on. Úgy vagyok vele, hogy akkor tevőlegesen odafigyelek, és hogyha lehetőségem adódik rá, akkor igenis határozott fellépéssel megpróbálom megakadályozni ezeket a cselekményeket. Nyilvánvaló, hogy jogkövető formában.
állandó jelleggel fog szerintem működni, ugyanis nekünk az a célunk, hogy valahol fölhívjuk a honfitársaink figyelmét is arra, hogy adott esetben, hogyha ilyen problémákkal találkoznak, akkor ne üljenek a fenekükön, hanem lépjenek a tettek mezeire, mert holnap ő belőle is lehet áldozat. Figyeljünk oda egymásra, ez az üzenete ennek a cselekménynek. Egyébként már itt Budapesten ezt a fajta, úgymond tájékoztató jellegű utazást, ugye ezt már kipróbáltuk villamosokon, kipróbáltuk a BKV-n, és igen nagy sikerrel tudtuk visszaszorítani az erőszakos magatartás formákat.